évvel ezelőtt, 1911-ben három baraképületet hoztak létre a Hengermalom úton. Akkor még 6 osztály tanult itt, 164 gyermekkel. Aztán az első világháború alatt leégett az iskola, felújították, de nem felelt meg a kor igényeinek, egészségügyi elvárásainak. 1935-ben épült ez az épület, így immáron több mint 75 éves az intézményünk. Márai Sándor írja a füves könyvében, hogy ha az ünnep elérkezik az életedben, akkor ünnepelj egészen. Mi méltón szeretnénk megemlékezni a 100 évről. Most ezzel az igazgatói fal leleplezésével és a kiállításunk megnyitójával kezdjük az ünnepség sorozatot. Messziről konduló harangot, vidám hegedű szót, kacagó futó csermelyt, kis patakot, örök hómezőt, egy mesevilágot, szívedben nyíló szerelem virágot, mosolygós arcokat, szívből jövő barátságot, víg kedvükből nyíló színes virágot, hogy elfelejtsétek a gonosz világot. Illatozó virágfelhőt, ringatozó búzamezőt, kacérangóklászó, friss tavaszi szellőt, őzet, pacsirtát, zölden susogó erdőt, kékre festett eget, rongyos bárányfeldőt, tiszta szép jövőt, igazzá váló álmokat és örökké tartó, őszinte barátságokat. Nagy felelősség egy olyan munkát elvégezni, amikor fakult régi fényképek alapján, vagy néha ilyen bélyegnagyságú csoportképeken kell megtalálni a visszaadandó embernek az arcképét, a karakterét, az egyéniségét. Azt kívánom az itteni tanároknak, kollégáknak, hogy ezzel a szeretettel és felelősséggel éljenek tovább és dolgozzanak, és a kicsi gyerekeknek pedig azt, hogy ennek a nehéz sorsú kis hazának, amelyiknek a gyermekei vagyunk, méltó fiai legyenek. Pontosan 5 esztendeje szeptemberben szavazta meg az önkormányzat, hogy fölvehetjük a kiváló tudós, néprajzkutató és zseniális tanárnak, Domokos Pál Péternek a nevét. Én pontosan 40 évvel ezelőtt léptem ebbe az iskolába frissen végzett tanítóként. Készülvén a 100. évfordulóra, az ember visszatekint. És mivel én láttam, hogy az elődöknek emléket állítanak az arcképeiknek, hát mi a lehetőségeinkhez képest gondoltam, hogy szerényebb formában, de olyan emléket állítani, ami mindig köztünk van. Én azt hiszem, hogy ez egy új, ahogy Loki Márta is mondta, egy új kezdeményezés és egy követendő kezdeményezés megemlékezni azokról, akik ebben az iskolában a kézműveket rajta hagyták. Egy igazi otthonnak a szerepe nagyon fontos ilyen esetben, hogy milyen maga az iskola, és milyen oktatás és nevelés, és milyen jövőbeli generáció kerül ki ezekből. Úgyhogy ennek szerintem egy nagyon méltó, ennek a 100 éves rendezvény sorozatnak egy méltó állomása ez a mostani esemény, és én külön gratulálok a művésznek. Ugye 5 évvel ezelőtt vette föl az iskola Domokos Pál Péter nevét, a Csángók apostolának a nevét, ez talán nem hangzott el, de hát itt a népviseleti hagyományok alapján is látható, meg a különböző fotók, fényképek alapján is. Domokos Pál Péter bácsi kiváló kutató ember volt, nagyon-nagyon sokat tett a Csángók megmaradása érdekében. Az ottani magyar gyermekek magyar nyelvű oktatása, valamint a magyar nyelven történő szentmiség érdekében. A név az kötelez. Kötelezi ezt az iskolát, kötelez mindannyiunkat, kötelez itt tanító, oktató, pedagógusokat is. Hiszen, hogyha röviden akarnánk összefoglalni, akkor Domokos Pál Péter bácsinak talán az egyik legkarakteresebb és legszebb műve, amelynek a címe egy régi középkori 16. századi, jól emlékszem, Kályai Jánostól megfogalmazott gondolat, amely Édes hazámnak akartam szolgálni címet viseli. Mi más tehetnek itt a pedagógusok, mint hogy ezt képviseljék? Mindannyian, akik egyébként nagyra becsüljük ezt az iskolát, ezt tesszük, és én azt hiszem, hogy azok a gyermekek, akik innen kikerülnek, fogják követni ezt az utasítást, ezt a fontos célkitűzést, hogy a hazánkat szolgáljuk, a hazánkat kell szolgálnunk, ez a dolgunk, ez a kötelességünk. Szülőként általában az az elvárása az embernek az iskola irányába, a tanárok, a tanítók irányába, hogy a gyermekeinket oktassák, tanítsák,
neveljék. De hogy mire, az már egy következő elvárási szint. De olyan stabil értékrendet kell adni a gyermekeinknek, és ezt segítik elő az itt dolgozó pedagógusok, amellyel szembe tudnak menni, vagy meg tudnak maradni egyébként embernek. Tehát nem sodorja el őket a világnak azon szele, amely számunkra nem túl kedvező és nem túl szép jelenségeket hoz. Domonkos Pál Péter bácsi elment tanítani még fiatalemberként a Székely népviseletbe Erdélyben, amikor már román uralom volt, ugye Trianont követően a 20-as években. Bizony-bizony, őt be is, hogy mondjam, el is tanácsolták egy idő után, mert eleinte furcsálták is a kollégái, hogy miért jár népviseletben, tiltakozásul, illetve azért, hogy megmutassa a nemzeti értékeinket, hagyományainkat, ezt a népviseletben tudta leginkább akkor kifejezni, természetesen az oktatása során is ki tudta fejezni, de külsőségekben is ragaszkodott az elveihez, ragaszkodott az értékeihez, a magyar hagyományaihoz. Ezt kell szerintem ennek az iskolának is képviselni, és én úgy látom, hogy ez kiválóan teszik. Többek között azzal, hogy megemlékeznek az elmúlt időszak a 100 év igazgatóiról. Ez egy kiváló kezdeményezés, ahogyan polgármester úr is mondta. Én remélem, hogy ezzel példát mutatunk, vagy mutat az iskola nem csak itt, Újbudán, több más iskola felé, hanem országszerte, hiszen ez egy fölkarolható kezdeményezés. Ez egy nemes gesztus, ez egy hagyományépítő folyamat, amellyel elismerjük az elődeink tevékenységét, tiszteljük az idősebbet, tiszteljük azokat, akik sokat tettek a gyermekeinkért, és fölnevelték őket, és nyilván a mostani generáció számára is ez egy nagyon-nagyon fontos alapkő, amelyre lehet építkezni. Zászló!